az a lényeg, hogy milyen távolságra vannak a hajtások, tehát ott mindegyiken egy vagy két fürt azért van. Az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen komolyabb problémát nem okoztak a borászoknak a kórokozók. Tavaly a legtöbb ültetvényben, ha meg is jelent a kártevő május környékén, el is tűnt a forró száraz nyárban. Idén nem árt azonban résen lenni, ugyanis az eddigi alacsony kezdeti fertőzés intenzitás egyik fő oka az volt, hogy kevés volt az induláshoz szükséges téli-tavaszi csapadék mennyisége. Ezúttal viszont kifejezetten esős volt a tavasz. A szakemberek már május elején találkoztak lisztharmattal, és a peronospora is megjelent. Tokai György fél hektáron gazdálkodik a szekszárdi porkoláb völgyben. Azt mondja, hogy a hagyományos növényvédelemre esküszik, eddig két permetezésen van túl. Én még nem álltam be a bióba, itt a környéken már van néhány gazda, aki a bio gazdálkodást választotta, én még egyenlőre maradtam a hagyományos növényvédelemnél. Hát ezt olyan 6-7 permetezés egy szezonba, amivel úgy általában meg tudtam védeni eddig még mindig a szőlőt. A szekszárdi kertbarátkör elnöke szerint az elkövetkezendő hetek lesznek meghatározóak, ugyanis a melegben felgyorsul a fertőzés terjedése. Hál' Istennek itt megoldott a gazda, hogy a gyomirtás, mert hogyha óriási a gyomfelület, akkor nehezen szárad föl a talaj, páratartalom van, és a fertőzés az még így fokozódik. A másik, ami nagyon fontos ilyenkor, már elindul a törzsitisztítás, hajtásválogatás, tehát ezzel is szellősebbé tesszük a tőkét, így a permetszer könnyebben odajut, ahova kell. Egy ritka betegség, a fekete rothadás is megjelent a szekszárdi borvidéken, utóbbi a szőlő minden részét támadja, azaz a levelet, a hajtást, akár a kacsot is, de a legsúlyosabb mértékben a fültöt és a bogyókat károsíthatja. Ferenc Vilmos szerint az, hogy milyen lesz az idei évjárat, majd június-július környékén fog eldőlni.